Hello, szia, üdvözöllek! Ebben a videóban az addikciókról, függőségekről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Úgy gondolom, hogy sokak számára nagyon hasznos lehet. Javaslom is, hogy próbáld fókuszált figyelemmel megnézni ezt a videót. Hát úgy gondolom, hogy ha, ha valóban megadod ennek a videónak az időt, teret, és megpróbálsz Elgondolkodni fejben és egyébként érzelemben, hogy vajon hogyan és miért kötődsz különböző addikcióidhoz, és ez hogyan gátol meg egyébként valóban az életben, akkor akkor ez az egész elindíthat egy úton. Nem írtam ehhez a videóhoz jegyzetet, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan fog menni, hogyha kicsit ilyen inspiratív és, és áramló jelleggel készítem ezt a videót. Szóval leginkább a azon gondolkodtam, hogy az előző videóm a jelenlétről szólt, és mindenféleképpen erre a gondolatra szeretnék rákapcsolni, úgyhogy ha az egyel ezelőtti videómat nem láttad, akkor talán javasolt ott kezdeni. Viszont az a helyzet, hogy minden addikcióval az az egyik fő probléma, hogy egyfajta ugye loopban, egy körforgásban vagy benne, amit nem igazán tudsz megtörni. Általában azért Nyúlsz valamilyen dologhoz, és itt az addikciókat tényleg próbáljuk nagyon tágan értelmezni. Ez lehet dohányzás, ez lehet videójáték, ez lehet social média használat, de egyébként ez lehet az elmédnek egy ítélkező része, ez lehet az elmédnek az a része, amelyik folyamatosan megerősítést vár, bókokat vár, dicséretet vár. Ez is ugyan onnan táplálkozik, abból, hogy nem vagyok elég jó. És igazából emiatt valamire szükségem van. Egy folyamatos szükségérzés és érzet, amit különböző kilépésekkel próbálunk elnyomni magunkban. Lényegében a legtöbb addikció az erről szól. Tehát a kényszeres gondolkodás az is egy addikció. És az addikciót tényleg próbáljuk itt egy kicsit ilyen tágan értelmezni, és ezért gondolom, hogy ez a videó sokkal többről szól, mint például az, hogy dohányzás, de lehet, hogy egy dohányzást sokszor fogom használni. Pontosan azért példának, mert elég sokan jól ismerhetjük, nem feltétlen személyes tapasztalatból, de könnyű látni másokon, hogy egészen pontosan egy dohányosnál mi történik, de nagyon hasonló dolog történhet veled a te addikcióddal kapcsolatban. És erre egyébként rácsatolom azt a gondolatot is, hogy a legtöbb dolog, és itt vegyünk egy futást, csak hogy még letisztítsam, hogy mit értek addikció és nem addikció alatt, például a futás lehet egyszerre addikció, és lehet egy olyan cselekvés, ahol valóban az önszeretetet, az egészségedet ápolod. De hogyha azért mész el futni, tegyük fel, teljesen fáradt vagy, a testednek pihenése lenne szüksége, de nem csinálod meg azt a feladatot, amit épp meg kellene csinálnod, és neked az a mechanizmusod, hogy amikor nem tudod, hogy mit kezdj el az adott dologgal, ez lehet egy érzelmi dolog, ez lehet munkában valami nehézség, bármi, akkor te belelépsz egy olyan cselekedetbe, ami menekülés, ilyen tekintetben a futás lehet menekülés. Szóval nagyon sokszor nem is feltétlen csak a dolog számít, hogy mit csinálsz, hanem a kérdés, hogy ez a dolog az inspirációból jön, vagy egy kilépésből jön. Nagyon sokszor az önromboló tevékenységek, mint egy dohányzás, az kilépésből jön, szóval elég egyszerű látni azt, hogy hogyan rombolod saját magadat, és nyilván ez általában bűntudattal is jár. Szóval vissza az alap gondolathoz, ami maga a jelenlétnek a gondolata. Ha valaki, és most a dohányos eseténél maradok, mert egyszerű így megérteni, ha valaki dohányzik, akkor az egyik legfőbb probléma a dohányzással az, hogy amikor épp nem dohányzol, tehát épp leteszed a cigidet, és utána végzed a munkádat, végzed a tevékenységedet, de lehet ez nyilván vakáción is, nyaraláson is, bárhol, nehéz megjelened a pillanatot azért, mert van egy olyan dolog, jelen esetben dohányzás, ami folyamatosan azon kattogsz, hogy vajon mikor lesz az, amikor a következő cigit elszívhatod. Tehát lényegében maga a jelenlét képességének megélése, a flow állapot, az áramlat, a csatlakozás, a kapcsolódás, az mindahhoz kötődik, hogy jelen tudsz -e lenni. Egy dohányzás azért, mert egész egyszerűen fizikai és érzelmi függőséget vált ki belőled, ezért azt csinálja, hogy a jelenlét szintedet azt folyamatosan így leviszi, és minél távolabb vagy az előző cigitől, a jelenlét képességed annál inkább csökken, mert már csak az jár a fejedben, hogy mikor fogod a következő cigit elszívni. Általában azért, azért csinálunk addikciókat, mert kilépni akarunk. A kérdés, hogy mi elől menekülünk, és mi az, amiből ki akarunk lépni. Ezzel kapcsolatban néhány olyan, olyan dolog jut eszembe. Sokan nem találják meg az, Életútjukat. és sokan nem tudják azt, vagy azt hiszik, hogy van olyan, hogy egyszer csak rádöbbennek az ő életútjuk ez, és onnantól kezdve könnyű lesz az élet. Ez természetesen nem így van, de addig, amíg nem érzel valami értelemmel teli dolgot, és nem tudod, hogy az életednek mi az értelme, addig folyamatosan próbálsz menekülni. Ezután nyilván az fog következni, hogy vagy rádöbbensz, hogy mi az életednek az értelme, de... Egyébként arra is rádöbbensz, hogy egyébként nincsen, hogy az életnek az értelme, mert igazából minden csak van. De ez, ez egészen más gondolat lenne. De konkrétan, hogyha így, így azt érzed, hogy ennek mi értelme van, ez hülyeség, ez, ez, ez és akkor van egyfajta ilyen dolog benned, hogy nem tudod, hogy mit, miért és hogyan csinálsz, akkor folyamatos kilépésekben vagy. De az a helyzet, hogy megtaláld azt, hogy te merre menjél, hogy megtaláld azt azokat a lehetőségeket, hogy te több pénzt keres, hogy megtaláld azokat az embereket, akikkel neked jobb kapcsolódnod, hogy megtaláld azokat a tevékenységeket, amelyekben jól érzed magad, és flójelményeket érhetsz el, és a jelenben tudsz lenni, azokat mindent leblokkolod a különböző függőségeiddel, és ezért nem azt csinálod, hogy meghagyod a jelenlétet annak, hogy oké, okay, itt én most akkor mit érzek, hogyan érzem, mi történik, helyette az addikció gátol a jelenlétben, nem kaphatod meg ezeket az üzeneteket az univerzumtól, azért, mert az addikcióddal blokkolod ezeket az üzeneteket. Szóval, ha azon gondolkozol, hogy mi az életednek az értelme, akkor első körben <laughs> próbáld meg azt a dolgot megtenni, hogy elfogadod, hogy jelenleg nem tudod, viszont azt a részét tudod, hogy akkor közeledhetnél a megoldáshoz, ha az addikciódat befejeznéd. Szóval fejezd be az addikciódat, legyen egy rádöbbenésed erre az egészre. Azért készítem ezt a videót, mert, mert lehet, hogy ez a, ez a gondolat sor klikkelni fog benned egy olyan dolgot, hogy wow, igazából, igazából a cigi az sokkal több, mint az, hogy én most kimegyek, egy kicsit kint voltam, utána visszajövök, ez egy blokk abban, hogy jelen legyek, az pedig, ha nem tudok jelen lenni, azáltal, azáltal azt mondom az univerzumnak, hogy hé, én még arra sem vagyok kész, hogy ezt az addikciót letegyem, ami nyilván egy jó lépés lenne annak az irányába, hogy hogy elinduljak egy bizonyos úton, de hogyha erre nem vagyok kész, akkor hogyan várok nagyobb feladatokat, életfeladatokat? Tehát de az egész egyszerűen az egész olyan, mint hogyha elmennél egy munkahelyre, és azt mondanád az első nap, hogy te legfelül szeretnél lenni. Érzed, hogy ez nem így működik. Ahhoz, hogy eljuss A-ból B-be, ahhoz különböző feladatokat előtte teljesíteni kell. Vannak olyan olyan addikciók, amelyeket, amelyektől valóban elképesztően nehéz megszabadulni, és olyan mértékben például az ítélkezésre vagyunk szocializálva, hogy hogy maga az elmét, hogy ne ítélkezzen, az, az egy meglehetősen nagy tudatosságot és nagy jelenlétet igényel. Most például pont, pont annyi történt, és egy perspektívaváltást itt igényel, az egészen biztos. Annyi történt, hogy az egyik kávézóban voltam, és elromlott a, a terminál, tehát a bankkártyás fizetés az nem működött, és egy eléggé nagy sor alakult ki, és várakozni kellett. Alapvetően egy ilyen várakozás, az rögtön egy frusztrációt kapcsol be az emberben, tehát az, hogy na most itt sorban állok, és rögtön a frusztrációt nem megfigyelni akarod, hanem rögtön kilépsz, tehát fogod, és előveszed a telefonodat, és valahol máshol vagy, és mellette közben egyébként frusztrált vagy, de azt a frusztrációt azáltal, hogy ránézel a telefonodra, Azáltal próbáld a frusztrációdat elnyomni, ahelyett, hogy megfigyelnéd, és ez egy lehetőség. Tehát amikor viszont paradigmát váltasz, akkor most például közeledtem a sorhoz, és így az játszódott le bennem, hogy hogy váó, itt most máskor lehet, hogy majd frusztrált lennék, de itt azonnal észrevettem a frusztráltságnak az érzelmi világát, hogy az szokott ilyenkor következni. És én megkérdezem, hogy mi szokta ilyenkor ezt a frusztráltságot okozni, mikor igazából itt csak annyi történik, hogy hogy tudatos jelenléttel akár sorban állhatok, és megfigyelhetem a saját elmémnek a működését. Minden egyes olyan szituáció, ahol, ahol lehetőséged van a negatív érzelmeidnek és mintáidnak a felismerésére, az egy konkrétan paradigmát válthatsz ott és akkor és azonnal. Ezek ilyen mini megvilágosodások, tehát hogy így wow, lehet másképp is. Ugyanaz a tevékenység, ugyanaz a történés, kintről a dolog ugyanúgy néz ki, viszont ha bent megváltozik a hozzáállásod, és, és tudsz kapcsolódni a tudathoz, és az egót el tudod különíteni ebből az egész, egész sztoriból, akkor egy sorban állás egy megvilágosodási apró történésé válhat. Hát természetesen megvilágosodott, valószínű soha nem leszünk teljesen megvilágosodottak, csak ez az egész egy skála, amin mozoghatsz. Ezért például egy addikciónak a leküzdésében a meditáció rengeteget tud segíteni, tehát például, amikor megjelenik az érzet, hogy te dohányozni akarsz, azt javaslom, legyen maradjunk a dohányzásnál, maradjunk a dohányzásnál, ne akarjál leszokni így hirtelen a dohányzásról, ö, akarjál, csak... Hozzá az irányában egy elköteleződést, hogy legközelebb, amikor épp időd van, és jön egy dohányzási sóvárgás, akkor leülsz, és fél órát, akár egy órát figyeled a sóvárgásodat. Csak figyeld azt a negatív érzést. Utána, ha azt érzed, hogy továbbra is jól esik dohányozni vagy cigizni, te tegyél úgy. De az, hogyha megtöröd egy pillanatra azt a mintát, aminek mindig beadod a derekad, az elindíthat olyan változásokat, hogy hogy valami egészen másképp alakul. Mert lényegében, ha ugyanazt fogod csinálni, amit eddig csináltál, akkor ugyanazt fogod kapni. Ha egyszer is próbálsz egy ilyen félórás szünetet hagyni, és megfigyelni, tehát ez tipikusan egy olyan dolog, amikor azt érzed, hogy nem csinálsz semmit, de ilyenkor egy hatalmas érzelmi és mentális munkát végzel, azáltal, hogy nem csinálsz semmit. Néha a legnehezebb cselekvés, az a nem cselekvés. Igen, ezzel valahol rá is tértem arra a témára, hogy hogyan és miként tudsz addikciókat kezelni. Az addikció kezelésnek az egyik legfontosabb része az maga a megfigyelés. Erre az egyik példa ez volt. Legjobb idő alkalom akkor meditálni, nem akkor, amikor reggel kipihent vagy, elszívtod a, a cigidet, és minden be van készítve, most pont jól érzed magad, és akkor leülsz meditálni. Nem. A legjobb pillanat a meditációra az, amikor tele vagy frusztrációval. Mert akkor elképesztően nehéz lesz meditálni, de az a fájdalom, meg az a nehézség, amit akkor átélsz, és azt mondod, hogy jó, oké, most megint kilépek, megfigyelem, 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 hogy mi ez az érzelem, miért vagyok frusztrált, miért unalmas a meditáció, miért frusztráló a meditáció, miért akarom azt a cigit elszívni, mi történik, stb. 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 Ha ezeken átmész, akkor Igazából egy fájdalom van, de belő, benned erre szokták mondani, hogy ott van az a tisztító tűz. Igazából egy tisztító tűz által ö, sokkal inkább elégeted az addikciónak az alap gyökerét. Tehát a teljes, teljes gyökérhez mész le, és ez az addikciónak a valódi kezelése. Ö, úgyhogy hát igen, leginkább, leginkább meditációs technikák jutnak az eszembe de a folyamatos jelenlétgyakorlás és, és ehhez ehhez kapcsolódó dolgok, amik a valódi, valódi változást fogják elhozni. Mivel nem írtam skriptet, és nagyjából úgy érzem, hogy most így a gondolatnak a egyik nagy része, az, az talán átment, ezért ennek a videónak itt a vége is fuss véle, bármi kérdésed, megjegyzésed van, a kommentekkel mindig segíted ennek a csatornának. A, a hát igazából, igazából, azt segíted minden egyes lájkal like és minden egyes kommentel, hogy ezek a rezgések és ezek az energiaszintek azok egyre többekhez eljussanak. Tudjuk, hogy működik a YouTube algoritmus. Úgy működik, hogyha minél több az engagement, tehát minél több a, akár a komment, akár a like és ezek a dolgok. Sőt, minél tovább nézel meg egy videót, minél hosszabb a nézettségi idő, utána a YouTube ezeket a videókat annál több embernek fogja küldeni. Ha te azt gondolod, hogy az én csatornám értékes és hasznos, és tök jó lenne, hogyha mások is néznének ilyen videót, ezt nagyon egyszerűen tudod támogatni, úgy tudod támogatni, hogy dobsz egy lájkot, dobsz egy kommentet, és amikor kijövök új videóval, akkor azokat, nyilván én azon vagyok, hogy a leg, jobb tudásom szerint próbáljak olyan videót készíteni, amit számodra megírjál, megnézni, de fogod, és végignézed az egész videót, ezzel az univerzumnak azt a jelet küldjük, illetve a Youtube-nak, de azt meg küldi tovább, hogy ezek értékes tartalmak. Úgyhogy, ha ebben támogatsz, azt nagyon szépen megköszönöm, legyen gyönyörű szép napod, és írjál egy-két személyes dolgot, hogy mi a te addikciód, és mennyire segít ez a gondolatmenet. Nagyon várom. Nagyon várom, de nem, de nem, elvárásokkal, hanem szívesen olvasom majd azokat a kommenteket. Szép napot neked, Piszfacsi, szia!